Egy kis bemelegítéssel és passzolgatással indult a napjuk a Gyöngyösi Belze Nagy János Gimnázium tanulóinak szerdán, ugyanis ők is részt vettek a Sport legyen a tied elnevezésű programban, ahol 2 órás aktív kikapcsolódás és mozgási lehetőség várta őket. A Magyar Diáksport Szövetség az EMI Sportért felelős államtitkárságának támogatásával 500 millió forintos keretből több mint 1100 intézménybe helyezett ki sporták specifikus eszközöket. A szövetség szakemberei a Gyöngyösi Gimnáziumba például röplabdával kapcsolatos eszközöket hoztak. Ez az intézmény azért kapott röplabda eszközcsomagot, itt nyilván a szakszövetségek olyan helyre telepítették ezeket az eszközcsomagokat, ahol van ezzel kapcsolatosan élet, vannak eredmények. Azért került ide a röplabda eszközcsomag, itt a röplabdával foglalkoznak intézményi szinten, diákolimpiában rendek eredményeket érnek el. Ez az oka annak, hogy ide telepítette a szakszövetség az eszközcsomagot. Az eszközcsomag és a program fő célkitűzése, hogy országszerte segítse a sport beépülését a gyermekek mindennapjaiban, elősegítve ezzel a közreműködő sportági szövetségek utánpótlás bázisának növelését. Az eseményen bemutatták a röplabda sportágat és a sportegyesületeket, így a diákok megismerhetik a lakóhelyük közelében fellelhető aktív sportszervezeteket is.